Fedezze fel Győr legújabb wellness szállodáját, csendes, nyugodt környezetben, tágas és kényelmes szobákkal, ízletes és bőséges ételekkel várja vendégeit a Girmót Sport és Wellness Hotel. Az első 60 percben szerintem elég jól nézett ki a csapat, masszívan védekeztünk, meg voltak a helyzeteink is, hogy esetleg lezárjuk a meccset, aztán jött ez a véleményes kiállítás, utána egy kicsit ott a pontrúgásnál meg is zavarodtunk, és hát figyelmetlenek voltunk, és utána úgymond próbáltuk őrizni a döntetlent, nem volt már lehetőségünk gólt szerezni szerintem, és a végén jött ez a 11-es, ami eldöntötte a meccset. Te milyen formában érzed magad jelenleg? A tavalyi szezon egy részében azért nem voltál bevethető sérülés miatt. Igen, most már sikerült utolérnem magam a felkészülés során, bár voltak most is hátráltató tényezők. Úgy érzem, hogy jól sikerült az első meccsem kezdőként, úgyhogy remélem még több másik várom. Milyen meccsre számít az első helyzet Szentlőrinc otthonában? Idén még nem láttam a Szentlőrincet, egy masszívan védekező stabil csapatra számítok. Egy-két gólt láttam tőlük, úgyhogy azok elég szépre sikeredtek. Egy kiki meccsre számítok, de úgy megyünk oda, hogy el szeretnénk hozni a 3 pontot. Meglepett egyébként a szereplésük eddig a bajnokságban? Meglepett, hogy ők azok, akik ott elő vannak, de minden évben van egy olyan csapat, aki meglepetést tud okozni. Most úgy látom, elől azért többen is vannak ilyen csapatok. Szerintem azért hosszú távon majd azért cserélődnek a szerepek, de nem szabad leírni senkit, úgyhogy jó meccsre számítok. A Girmót TV videói a Girmót Sport és Wellness Hotel támogatásával készülnek.